Sziasztok, Andi vagyok! Sziasztok, Andris vagyok, újra itt. Nagyon érdekes ez a 12. fejezet, rögtön egy kivégzéssel kezdődik, és itt olvassuk azt, hogy Jakabot kivégezték, de tulajdonképpen tényleg csak egy vers szól erről, nem olvassuk a védőbeszédét, ahogy korábban Istvánét, nem tudunk róla többet, hogy ez milyen körülmények között történt, nem olvasunk mellé egy ilyen bizonyságtételt, mint ugye korábban, hanem csak azt, hogy kivégezték. Utána pedig azt olvastuk, hogy Isten hogyan menti meg csodálatos módon Pétert a börtönből. Igen, és akkor miért nem megmentette a Jakobot? Uh-huh. Biztos János kérdezte, nem? Mert az volt a három, a János, ugye a János, a Jakab és a Péter. Jó volt a legfontosabb három apostol. Uh-huh. Érdekes. Igen, és ez... Szomorú. Ez nyilván egy szomorú történet, viszont az is üzenet számunkra, hogy az Úristen tudja, hogy mi a terve az életünkkel, és hogy kit miért ment meg abban a szituációban, és kit engedi, hogy például itt véget érjen az ő pályafutása, kinek engedi meg ezt. Ez teljesen különböző, és ezt nem tudhatjuk, ez az Isten... nek a titka, hogy mi a terve velünk, és ezt is el kell fogadjuk, hogy attól még, hogy én szolgálok, attól még, hogy én az Isten gyermeke vagyok, attól még nem biztos, hogy ugyanolyan életpályát fogok befutni, mint például az Andy barátom. Igen. És addig fogok élni. Igen, és Isten soha nem mondta, hogy könnyű lesz az életünk, ha kövessünk Jézus, csak mindig azt mondta, hogy velünk lesz. Igen. És az is érdekes, hogy hogyan kezdődik a fejezet, és mi a vége. Mert egy ember meghalt, és a vége egy ember meghalt. Először meghalt a Jakab, a Herodes miatt, és a vége Herodes meghalt az Isten miatt. De ki nyert? Ott van a 24. vers. Lehet látni, hogy ki nyert. Az Úr igéje pedig növekedett és terjedt. És akkor kezdődik a fejezet egy üldözéssel, vége növekszik a gyülekezet. Az hasonló a 9. fejezet Saulról, nem? Kezdett üldözése, vége növekedés a gyülekezet. Érdekes. És most bocsánat, hogy beleszóltam, csak az, hogy ha tudod, hogy hol most növekszik az Isten egyháza a világban, az ahol van üldözés. Nem itt Európában, hanem ott. Ázsiában, Afrikában. Igen. Bocs, mondjad. Nem, igen, ez nagyon érdekes, hogy az Isten mennyire aktívan, vagy mennyire komolyan használta a keresztény üldözést a keresztény terjedésében. És ez a reakció, ez a folyamat, ez ma is így van, hogy ahol jólét van, ahol elméletileg szabadon megélhetnénk azt, hogy keresztények vagyunk, ott mégsem terjed úgy, mint ahol tilos. Hát ez nem logikus, de mégis így működik. Igen. És néhány ember kérdezi, hogy miért érdemes imádkozni. Ott van az 5. versben, Péter tehát a börtönben őrizték a gyülekezet, pedig búzgón imádkozott érte Istenhez. Így van. És látjuk, mi történik. Igen, a kedves Róda. Tehát, hogy... Ja, bocs, mondjad. Imádkozik érte a gyülekezet, és az imádságnak milyen ereje van. Igen. Tehát utána Isten milyen csodálatosan cselekszik. Tehát az, ami tényleg így emberileg lehetetlen. Tehát olvassuk, hogy két bilincs volt rajta. Tehát egy VIP fogoly volt, egy extra nőrzött fogoly volt. Nyilván abszolút. Ő egy kulcsember volt. Semmi nem lehetetlen az Istennek. Így van. És az Isten szépen lépésről lépésre, ajtóról ajtóra, kihozza, és megszabadítja. Miért? Mert és kap az ajtó, és Róda mondja a többieknek, hogy ott van a Péter, és senki elment az eszed. Vicces. Így van. És én azt gondolom, hogy ez arra tanít minket, hogy a leglehetetlenebb helyzetben is imádkoznunk kell, imádkoznunk lehet, és igen. Az Istennek van hatalma arra, hogy lépjen és felülírjon mindenféle emberi törvényt, mindenféle fizikai akadályt. Igen. És az utolsó vers
Barnabás és Paulról szól, mert most az a vége a Péternek. Szia, Péter! Majd fogunk találkozni Mennyországban, most jön a Saul része mostantól. A következő videón találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!